ilyen, mama? Mi ketyeg a falban? Ki tudja, hadd ketyegjen. Mióta az eszemet tudom, mindig is ketyegett. Ki ketyegi magát szépen, azután abba adja. Cic. Már megint a hajónál voltál? Egyél valamit. A mamádat várod? Mikor jön már érted? Nem tudom, Prohor bácsi. Még egy sor sem írt. Albert, ez egy táviratozott. Szombaton érkezik. Á, Albert bácsi nem marad sokáig. Te meg milyen Annuskáról beszéltél? A Rumlancer feleségéről? Persze, hogy róla. Szóval mondom, hogy hazament, kinyitja a pitvarajtót, hangokat hall. Mi a csuda lehet az? A szobában még a padló is csak úgy rengett. Hát, ahogy bejjebb megy, látja ám nagy ámulatára, hogy a szobában négy legényke ropja a táncot. Maguk a legénykék mágszemnyiek, az ingük majdnem, hogy leér a sarkukig. De az a lábdobogás, a csizmájuk sarka úgy kopogott, de úgy kopogott. Meg is nézte, hogy mivel van kiverve a csizmájuk sarka. Látja, hogy nincs is nekik csizmácskájuk, patájuk van. Kinek van patája? Hát ezeknek a monócskáknak. Kis ördögek voltak. Miért nem mondtad ki? Ördögek. Ugyan már, Prohor, miféle ördögök? Manócskák voltak. Manócskák úgy bizony. Aztán milyenek ezek a ti manócskáitok? Milyenek? Milyenek lennének? Szarvuk van.